Mielőtt hozzákezdenék ez a felolvasáshoz, elmondanék egy történetet reagálva Lacinak az előadására. Ezt én Katona Jenőtől hallottam annak idején, aki Könyvtáros című folyamatnak volt a szerkesztője, és korábban kisgazdapárti vezető, politikus, a elnöki tanács tagja, meg minden. És amikor a parasztpárti és kisgazda vezetőket elkezdték letartóztatni olyan 48-49 körül, akkor ő, mint ugye vezető baloldali politikus, a kisgazdapárt balszárnyának az egyik fontos személyisége. Tehát Katona Jenő mesélte el, hogy amikor elkezdték letartóztatni a kisgazdapárti, parasztpárti embereket, akkor ő bement Rákosihoz, az elnöki tanács tagja volt, tehát volt egy ilyen bejárási lehetősége. És már nem tudom, hogy kinek a védelmében fel akart szólalni, és arra hivatkozott, hogy hát ezt az embert ugye annak idén a Gestapo is letartóztatta, és elvitték magukkal az ember, és éppen csak hogy hazakerült, mire Rákosi elgondolkodott, és azt mondta, hogy nézze, Katona úr, a szemlőt nem elvtársozta. Ha ez az ember nem szerette a németeket, akkor miért szeretné az oroszokat? És ugye ezzel maradt minden az előbbi állapotban. No, a magyar történelem, megmerem kockáztatni ezt a minősítést, az ellenállások története. Igaz, ez más közép-európai irodalmakról, mindenek előtt a lengyelről és a cserről is elmondható. Itt felsorolok mindenféle példát, de szeretném rövidíteni az előadásomat. Különösen szembetűnő az irodalomnak ez a felelősség tudata és helytállása a II. Világháború időszakában, midőn a magyar állam élén az igen széles államfői jogkörrel rendelkező kormányzóval és általában a nemzeti konzervatív politikai vezető réteggel sorra hozta az országpusztító következményekkel járó döntéseket. Először a háborúba történő belépést, aztán a szinte dilettáns módon tervezett fegyverszüneti kísérletet. Valójában irodalmunknak egyszerre dicsősége és tragédiája, hogy folyamatosan, szinte egymagában kellett képviselnie a stratégiai józanságról és nemzeti felelősségtudatról tanúskodó gondolkodást, amelynek érvényesítéséhez azonban nem volt, nem lehetett megfelelő ereje és eszköze. A magyar irodalom leginkább nevezetes és mértékadó személyiségei és intézményei, hogy neveket és címeket is mondjak, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kassák Lajos, Ijés Gyula, Veres Péter, Németh László, Déri Tibor, Radnóti Miklós, Szerb Antal, Halász Gábor, és még sok nevet lehetne mondani, illetve a Magyar Csillag, a Budapesti Jelenkor és Vigília, a Pécsi Sorsunk, a Kolozsvári Erdély Helikon, és megint lehetne egy sereg címet mondani. Mindig következetesen emelték fel szavukat az ország vezetőinek megfontolatlan és felelőtlen döntéseivel szemben, és nyitottak az állam által képviselt stratégiával szemben új és ígéretesebb perspektívát az ország előtt. Tudom, hogy eleve történelmietlen azon tűnődni, hogy miként alakult volna Magyarország sorsa, ha nem a hivatásos állami és katonai vezetők, hanem a közéleti döntéshozatalban mindig, ma is alkalmatlannak tekintett írók és tudósok véleménye, javaslatai kapnak szerepet a nemzeti stratégia kialakításában. Némi keserűséggel állapítom meg azt, hogy irodalmunknak, illetve a szellemi életünknek hiába voltak megfontolást érdemlő és talán eredményesnek ígérkező javaslatai, a politikai és katonai vezetők mindig saját látomásaikat vagy rögeszméiket követve vezették romlásba a rájuk bízott országot és nemzetet. A szellemi ellenállásnak, hogy az imént már mondottam, voltak kiemelkedő személyiségei és intézményei. Mellettük a háborús korszak 1938 és 45 között igen sok rangos szépirodalmi alkotása, vagy éppen az irodalmi publicisztikába sorolható írása képviselte az ellenállás szellemét. József Attiláról most nem beszélnék hosszabban, mint hogy az ő rövidre szabott életpályája még a háborús esztendők előtti korszakra esett. Azt azonban itt is szóba kell hozni, hogy olyan költői művei, mint a Hazám vagy a Dunánál,
eleve a szellemi ellenállás fegyverei között kaptak szerepet, és nyilvános megszólaltatásuk is természetesen az ellenállás készségét és morálját erősítette. Ha a költő a most tárgyalandó korszakban személyesen nem lehetett is jelen, életműve és példája mindenképpen ösztönző erővel hatott, ahogy a következő korszakokban is, minden József Attila költészete a hivatalos irodalompolitika kétes értékű erőfeszítései ellenére sem a kommunista párt uralmát igazolta, hanem a szabadság és egyenlőség régi demokratikus eszményeit és ezeknek az eszményeknek a magyar hagyományait. A szellemi honvédelem, mint kulturális és morális stratégia, miként ezt kifejtettem az előbbiekben, hagyományosan jelen volt irodalmunk történetében. Maga a fogalom mindazonáltal a II. Világháború idején kapott nagyobb és általánosabb értelmet és szerepet. A fogalom attól a Szabó Zoltántól származott, aki a népi írómozgalomban a falukutató írók között tevékenykedett, de a nyugat körében Babits Mihály mellett is szerepet vállalt. Ő írta, illetve szerkesztette Pető Sándor lapjában a Magyar Nemzetben heti rendszerességgel Szellemi Honvédelem című rovatot, és adta közre az 1940-es esztendő első napjaiban, tehát néhány hónappal a II. Világháború kitörése után a Szellemi Honvédelem naptára című kiadványt, mely igen széles körben szólaltatta meg a magyar szellemi, illetve irodalmi élet kiválóságait, annak érdekében, hogy a magyarságra súlyos veszéllyel járó háborúval szemben mozgósítani lehessen a kulturális életet, a közélet centrumában elhelyezkedő személyiségeket. Így a kiadványban, illetve magában Pető Sándor lapjában olyan írók és tudósok szólaltak meg, mint Babits Mihály, Móri Zsigmond, Szabó Dezső, Szegfű Gyula, Sík Sándor, Kassák Lajos, Márai Sándor, Csészabó László, Ijés Gyula, Kodolányi János, Tamási Áron és Veres Péter. Már ez a névsor is jelzi, hogy több irányzat, több tábor és több mozgalom képviseletében fejtették ki véleményüket, mégis egyazon felelősséggel a háború szakadék közelébe került ország sorsának alakulásáért. Ezt némi fájdalommal és nosztalgiával beszélek itt a magyar nemzetről, aminek én a rendszerváltozás után körülbelül 10 évig szerkesztőbizottsági tagja voltam, és ma már nem is nagyon tudom elolvasni ezt a lapot, elég szomorú. A kis kiadvány, amiről előbb beszéltem, bevezetőjében a szerkesztő, vagyis Szabó Zoltán arról beszélt, hogy a háború kitörése új felelősség és új feladat elé állította a magyarságot és természetesen a magyar értelmiséget. Ez a felelősség kapott hangot a szellemi honvédelem mozgósításában és az ide vonatkozó írásokban. Szabó Zoltán egy terjedelmes kötetre való írást közölt a Magyar Nemzet lapjain 6 esztendő leforgása alatt, 39 és 44 között. Ezek az írások rendben a nemzeti függetlenség, a szociális igazságosság és a kulturális identitás érvényesítésének követelményeit fogalmazták meg. Ameddig lehetett, tehát az ország 1941-es hadba lépéséig, a semleges vagy nem hadviselő státus fenntartására irányuló követeléssel együtt. A magyar nemzet publicistáinak és íróinak határozott véleménye szerint Magyarországnak mindenképpen, már csak saját nemzeti érdekeinek a védelmében is ki kellett volna maradni a háborús eseményekből. Ez volt a meggyőződése a nyugat táborához tartozó íróknak, közöttük a két világháború közötti korszak bizonyára a legnagyobb magyar szellemi tekintélyének, Babits Mihálynak is. Babits a háború előtt papírra vetette a magyar jellemről című nagy tanulmányát, nagy tanulmányában, amelyet a Szegfű Gyula által szerkesztett Mi a Magyar című kötetben a nagy világégés előestéjén látott napvilágot, a következőkben rögzítette a kívánatos nemzeti stratégiát. Hát itt egy hosszabb idézet következik, csak néhány sort fogok belőle felolvasni. A magyar lét nem kilátástalan és nem gyümölcstelen. Talán éppen nehézségeinkből és gyötrelmeinkből fakadnak erőink. Számunkra hivatás lehet az opponálás és passzív rezisztencia, hogy elődeink kedves latin szavával éljek.
opponálás az idegenség hatalmaskodása ellen, egy világ ellen, amely semmibe veszi az ősi megszentelt jogokat, leborul a nyers erőszak előtt, és nem tűri az egyén szabadságát, a szemlélődés nyugalmát, az alkotás boldogságát. Az ellenállás, megint kihagyok valamit, az ellenállás maga a lét, az inercia és a hatalom, kis nemzetek számára hova tovább az egyetlen. A magyar jellemről írott tanulmány stratégia építő gondolatai tértek vissza már a hódító seregek megindulása után Babits 1940-e című nagy költeményében. A vers személyes allomással indul, a költő az a szeretetének elemi érzéseiről ad számot, ezt követi a komoly intelem, amely függetlenségének védelmére, a külső nyugalom fenntartására szólítja fel a nemzetet. Hát itt megint jön egy idézet, amit az idő kímélése véget nem olvasok föl. Hasonló a nemzetet higgadt bölcsességre intő költői vagy prózai felszólításokat bőven idézhetnék a korabeli szép irodalomból és írói vallomásokból, akár a nyugat utolsó, akár a magyar csillag első évfolyamából. Tudjuk jól, hogy az akkori magyar politikai vezetés valójában az egyetlen Teleki Pál miniszterelnök kivételével, aki életét is odadobta áldozatul az általa követett politikai, stratégiai és politikai tisztesség oltárára, nem kívánta megszívlelni a korabeli magyar irodalom tanácsait. Az 1941-es magyar hadba lépés, majd a Donkanyarban elszenvedett katasztrofális katonai vereség után, ezért az irodalom számára nem maradt más lehetőség, mint az állandó figyelmeztetés, tiltakozás és ellenszegülés, a szellemi honvédelem stratégiájának következetes követése. A kínálkozó igen sok dokumentum közül most csupán egyetlen egyet idéznék fel, az az Együttes Vallomás címűt, amely Illésen, de Illés Gyula, Kodolányi János, Mári Sándor, Tamás Járon, Veres Péter és Zilahi Lajos aláírásával a Magyar Csillag 43. május 15-i számában volt olvasható. Az írói kiáltványnak tekinthető nyilatkozat azokkal a politikai indítékú elfogultságokkal és belső harcokkal szemben nyilvánítja ki az irodalomnak, mint nemzeti intézménynek a felelősségtudatát és autonómiáját, amelyek különféle pártideológiai és politikai érdekek mentén próbálták lerombolni ezt a felelősségtudatot és autonómiát. A kiáltvány aláírói hitet tettek amellett, hogy a magyar irodalom már csak a súlyos történelmi válságra tekintettel is a nemzet lelkiismerete maradjon, illetve legyen. Meggyőződésük szerint, és ezt a meggyőződést mondhatnám azóta is folyamatosan igazolja a történelem, ezért az irodalomnak mindig távol kell tartania magát a hatalomvédő és pártos érdekektől. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert hát én ugye a rendszerváltozás után voltam 6 évig az Írószövetség elnöke, és ma is ugye időnként részt veszek az Írószövetségnek a munkájában, és sajnos azt kell mondanom, hogy ez a mai Írószövetség már nem az, aminek én 6 évig elnöke voltam. De hát ez egy magánfájdalom, nem kell itt szóba hozni. A II. Világháború mindinkább zajló és mindinkább baljós eseményei közepette, a szellemi honvédelem stratégiája is megerősödött, mi több új írói csoportokkal erősödött meg. Világháborús évek ugyanis nem csak irodalmunk öntudatának és küzdőképességének gazdagodását és vizsgáját hozták meg, éppen a súlyos történelmi válság hatékony kezelése érdekében, hanem a trianoni határok által már két évtizede egymástól elválasztott magyar közösségek sajnos nagyon is rövid életű újraegyesítésének lehetőségét is. A trianoni sérelmek vértelen revíziójának az a történelmi esemény sorozata, amely 1938-ban a Felvidék déli peremének, 1939-ben Kárpátaljának, 1940-ben Észak-Erdélynek és a Székelyföldnek, végül 1941-ben a Bácskának, a Drávaszögnek és a Muravidéknek a visszatérését eredményezte, helyreállította irodalmunk intézményi egységét is, és tovább erősítette azt a lelki és erkölcsi egységet, amely valójában mindig is fennmaradt a trianoni kényszerek után, és lehetővé tette azt,
hogy a Kárpát-medencében élő magyar irodalmak továbbra is egyetlen nemzeti irodalom szerves rendjében tevékenykedjenek. Én mindig azt mondtam erről, hogy nem a bécsi döntésekben volt a hiba, hanem az aláírások voltak rosszak. Tehát nem Ribbentropnak és Csánónak kellett volna aláírni, hanem Idnek és Molotovnak, és akkor sokkal jobban alakultak volna a dolgok. A korábban kisebbségi státusba taszított magyar irodalmak egy viszonylag kisebb és mindvégig hősies küzdelmet folytató dél-erdélyi magyar irodalmi kultúra kivételével ismét az átfogó nemzeti irodalmi intézményrendszer keretében egyesültek, és ebben a keretben természetes módon helyezkedtek el olyan írók, mint Kós Károly, Bánfi Miklós, Április Lajos, stb. Megint annak a névsort mondani, illetve olyan patinás irodalmi intézmények, mint a Kolozsvári Erdély Szépíves C, a Pásztortűz és az Erdély Helikon, vagy az Újvidéki Kalandja, sőt új irodalmi folyóiratok is létrejöttek, mint Kolozsváron a Fiatal Erdélyi Nemzedék nézeteinek képviseletét vállaló termék című negyedéves folyóirat. Ezek az irodalmi folyóiratok is a szellemi ellenállás stratégiáját követték, és azokban a mozgalmakban találták meg helyüket, amelyek a magyarságot lehetőleg minél hatékonyabban szerették volna megóvni a háború pusztításaitól, szenvedéseitől és mindennek veszedelmes következményeitől, közöttük a mentális és erkölcsi veszedelmektől. Következésképp a hazatért magyar irodalmi kultúrák képviselői és intézményei is, igen ritka kivétellel, a szellemi honvédelem táborához csatlakoztak. Jól mutatják mindezt azok a nyilatkozatok, melyek az Erdély, a felvidéki és a délvidéki magyar írók nézeteit és törekvéseit tolmácsolták, és itt szó esik egy 42-es erdélyi, tehát a erdélyi helikonisták által közreadott nyilatkozatról, amit ugyancsak nem olvasok fel, de ez nagyon kemény szavakkal tesz hitet a háború elleni politika mellett. Az irodalom nemzeti felelősségének, erkölcsi küldetésének és intézményi autonómiájának a tudata és követelménye valamennyi irodalmi csoportosulás és mozgalom hitvallásában, szellemi identitásának kinyilvánításában szerepet kapott. Így történt ez a Nyugat és a Magyar Csillag táborában. Például a Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök kezdeményezésére létrejött Lilafüred író tanácskozáson a keresztény elveket képviselő irodalmi csoportosulásokban, az irodalmi baloldalon és a népi mozgalomban. Jelesül azoknak az íróknak a megnyilvánulásaiban, akik a nevezetes szárszói találkozókon, különösen az 1943 nyarán rendezett összejövetelen szólaltatták meg a népi irodalom tapasztalatait és törekvéseit. A 43-as szárszói találkozón azonban már a közelgő jövendő képe, vagy éppen rémképe is feltetszett, mint hogy ekkor már a hitleri birodalomnak a keleti fronton és az afrikai hadszintéren elszenvedett hatalmas katonai vereségei előre jelezték a világháború végső kimenetelét, mitőbb azt is, hogy a háború utáni Magyarország nem a demokratikus nyugati világ, hanem a terjeszkedő szovjet befolyási övezet része lesz. Itten idézek megint csak egy hosszabb passzus Németh Lászlónak a második szárszói beszédéből, ami mint egy előre jövendeli azt, ami be fog következni, és az általában be is következek. Bővebben beszéltem eddig a magyar irodalom, mondjuk így, szellemi reszpublikájának helyzetelemzéseiről és jövőképeiről. A szellemi honvédelem stratégiájának alakulásáról, alakításáról, és kevesebbet a háborús esztendők szép irodalmi terméséről. Holott ez is igen jelentékeny, az a mintegy hat esztendő, amely 1939 és 45 között eltelt, 20. századi irodalmunknak leginkább termékeny időszakai közé tartozik. Nem csak az írók beszéltek, a múzsák sem hallgattak, és igen sok ma már klasszikusnak számító verseskönyv, regény, elbeszélésgyűjtemény, színpadi munka és eszékötet őrzi ennek az időszaknak az emlékét.
gondolok a többi között Babits Mihály, Kassák Lajos, Ijés Gyula, Szabó Lőrinc, Sinka István, Radnóti Miklós, Jékeli Zoltán, Vas István, Rónai György, Vörös Sándor, Takács Gyula, vagy éppen az erdélyi Szabvédi László, Szemlér Ferenc, Horváth István költői műveire, Móricz Zsigmond utolsó írásaira, Tersánszki Józsi Jenő, Kassák Lajos, Németh László, Ijés Gyula, Tamás Járon, Kodolányi János, Szabó Pál, Veres Péter, Reményik Zsigmond, Kolozsvári Grandpierre Emil, Szerkúti Miklós, Sőtér István, az erdélyi Nyírő József, Makai Sándor, Vas Albert, Asztalos István epikai műveire, vagy a háborús években már fellépő fiatal nemzedék, közöttük a későbbi újholdasok jelentkezésére, így Pilinszki János, Somjó György, Rába György, Ottlik Géza, Mándi Iván, Örkény István, Rákos Sándor, Csanádi Imre és mások munkáira. Itt következik egy elég hosszú címlista arról, hogy milyen művek jelentek meg ebben az időben, de hát ez teljesen fölösleges felolvasni, úgyse nagyon lehet megjegyezni. Végezetül, hogy a korszak költészetének szellemiségét valamiképpen érzékelhetővé tegyem, mert elsősorban a költészetről beszélek már a idő kímélése véget is, három költeményre hívnám fel a figyelmet. Ijés Gyula, Radnóti Miklós és Jékeli Zoltán egy-egy versére. Mindhárom költemény a háború végén született. Ijésé a Nem volt elég, történelmi és közösségi számonkérés, mely azoknak az erkölcsi felelősségét állapítja meg, akik éppen a hazára és a nemzetre hivatkozva taszították a gyilkos háborúba és ezer éves történelmének egyik legszörnyűbb tragédiájába a nemzetet. Talán csak pár sort idézek ebből. Nem volt elég sem a hűség, sem a szívóság, mitől egybeáll egy-egy ország, s nemzet is lesz a nemzedék, s a bátorság sem volt elég. Külön-külön bár odahagyta sorsát a sok hős áldozatra, az sem volt elég menedék. Mert sem erő, sem bölcsesség nem lehet elég, hogy megújja a házat, amelynek lakója nem lelheti meg a helyét. Radnóti Miklós költeménye a Nem tudhatom, az előbbivel szemben nem ítéletet mond, hanem kegyelemért fohászkodik. A költemény erkölcsi nemességét mutatja az, hogy a költő kitaszított, üldözött és halálra szánt zsidóként esedezik annak az országnak és népnek a békéjét és fennmaradásáért, amelyből a mindenre elszánt gyűlölet szószólói ki akarták és ki tudták taszítani. Ebből is csak egy pár sort olvasok föl. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek, nagy szárnyadat, borítsd ránk, vilasztó jégfelleg. Csak egy közbevetett történet, én Radnótival elég sokat foglalkoztam, három könyvet is írtam róla, és több ilyen Radnóti ünnepségen, megemlékezésen nagyon sokan vettem részt, és meg voltam hívva a valamilyen protestáns, én katolikus vagyok, de hát protestánsokhoz is természetesen eljárok, tehát valamilyen protestáns szervezetnek a Balaton mellett rendezett konferenciájára, amit fiataloknak rendeztek, és én ott Radnótiról beszéltem, és utána oda jött egy atyafi, már nem tudom ki volt, hogy hívták. És azt mondta, hogy nagyon csodálkozom tanár úron, hiszen én úgy tudtam, hogy a tanár úr egy elszánt magyar ember, és most egy zsidó költőről tartott előadást. Na most nem akarom a hölgyekre való tekintettel megismételni azt, amit én erre mondtam. Elküldtem valamilyen melegebb helyre, mondjuk maradjunk ennél. Jékeli Zoltán verse az én országom már a háború végén és Kolozsvár szovjet, illetve román katonai megszállása után vetett számot azzal, hogy szülőföldje, a számára otthont adó város ismét idegen uralom alá került, és ennek a számvetésnek a következményeképpen gyűjtötte egybe mindazt a történelmi és személyes rekvizitumot, ami által az otthonosságot, a hazatudatát és meghittségét fenn lehetett tartani.
Ezért hivatkozik az erdélyi történelem nagy alakjaira, Bethlen Gáborra, Apácaira, Mikesre, Vasvárira, az erdély földjével elporlat Petőfire, és arra az imaginárius országra, amely különben íj és néhány esztendővel korábban írott, Haza a magasban című versének tanúsága szerint nem a térképen, hanem a hagyományban, a költészetben, a lélekben található. Megint következik egy idézet, javaslom, hogy vegyék kezükbe ezeket a köteteket. Íj és Radnóti és Jékeli költeményei, és mellettük a második világháborús esztendők szinte teljes magyar költészete és irodalma azt igazolják, hogy a múzsák valóban nem hallgattak el a harci zajok és a háborús retorikák nyomása alatt. Igaza volt Németh Lászlónak, aki a második szászói beszédében a következőket mondotta. Nem mondhatjuk, hogy a tankokkal versenyző, bombáktól szorított nemzetszervező kedv egészen érvénytelen volt. Sehol úgy meg nem cáfolódott a fegyverek közt hallgató múzsákról szóló közhely, mint Magyarországon ebben a 4-5 esztendőben. El sem tudjuk olvasni, föl sem tudjuk lapátolni, mit termett a magyar irodalom ebben a szörnyű szorításban. És ezeket az írásokat olyan olvasó réteg falta, amilyen Magyarországon talán még soha nem volt. Az imént idézett három költő és nem idézett három költemény már a háborús tapasztalatok, az átélt gyötrelmek és a megszenvedett személyes igazságok végső foglalatát adta. Az államférfiak és a hadvezérek csúfosan megbuktak a nagy világégés végeztével, talán egyedül a magyar irodalom múzsái kerültek a győztesek közé, amellett érvelve az bizonyítva, hogy irodalmunk sohasem mondott le az európai humanizmus hagyományos eszményeiről és értékeiről, és a szellemi honvédelem morálja nem csak az országért és a nemzetért, hanem az egész emberiségért vállalt felelősség jegyében dolgozott. A győzteseket azonban, ahogy ez történni szokott, mindez nem érdekelte, és a kimondott vagy éppen titokban tartott ítélet következtében Magyarország ismét a történelem vesztesei közé került. A szenvedi honvédelem legfőbb fegyvereként a költészetnek, az irodalomnak kellett helyt állnia az 1945-től az országra következő új korszakban is, majd az 56-os forradalom idején és még később az 1989-90-es történelmi változások esztendeiben. Nem kevés fájdalommal állapítom meg azt, hogy irodalmunk azóta igen sokat veszített történelem formáló erejéből és közéleti megbecsüléséből. Ez azonban már egy másik történet. Ennek a vizsgálata is megérne egy tudományos konferenciát. Köszönöm a figyelmüket!